az idei évre tervezett tevékenységüket, amelyeknél természetesen mindig a fő hangsúly a falugazdász hálózatnak a működtetésén, annak a javításán, a falugazdászoknak a képzésén, és most már, ahogy a javult ez a COVID-helyzet, vagy a vírushelyzet, így akkor a mezőgazdasági termelők részére is tudunk szervezni különböző szakmai előadásokat, tanfolyamokat is a részükre, valamint a különböző bemutatókon, kiállításokon való részvételt, hiszen a 20 falugazdászunk, aki terepen dolgozik, az ő meg tudja szervezni, össze tudja fogni a termelőket.